Kóta díjat kapott az Egri Szimfonikus Zenekar karmestere, művészeti vezetője Szabó Sípos Máté. A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége a kiemelkedő eredménnyel végzett művészi munkát és a közösségért végzett áldozatos tevékenységet ismeri el már 2004 óta. A folytatásban a karnagy kategória idei díjazottjával fogunk beszélgetni. Szia, köszöntünk a stúdiónkban. Ja, és gratulálunk. Üdvözlök. Igen, ma a gratulációk napja van, így hát neked is gratulálunk szeretettel. Hát nem zenész családból származol, hogyha jól tudjuk, de a felmenőid is játszottak már valamilyen hangszeren. Te magad 6 éves korod óta zongorázol. Arra szeretnék kiukadni, hogy hogyan lehet időben elkezdeni a zenei nevelést, és hogyan, ugye kisgyermekeknél? Hát azt mondják, hogy nem lehet elég korán, úgyhogy ugye Kodály azt mondta, hogy már a gyermek születése előtt 9 hónappal kell kezdeni. Én azt gondolom, hogy minél előbb jó, ha egy gyermek zenével foglalkozik, hiszen most már a tudomány sok oldalról alátámasztotta, hogy ez nem pusztán egy művészeti nevelés, hanem a zenével való foglalkozás teljesen más módon használja az agyat, így sokkal kreatívabb, sokkal érzelmileg sokkal intelligensebb generáció nevelődik ezáltal. Te magad hogy emlékszel vissza arra a 6 éves korra, amikor elkezdtél zongorázni, hogy már akkor volt kedved, vagy inkább ez ilyen erőltetés volt egy kicsit? Hát nem volt otthon egy zongora, mert ugye anyukám is zongorázott, meg csellózott, meg ugye az ő részéről a családban sok volt a zenész, vagy az amatőr zenész, a nagypapám is együtt végezte a Zeneakadémiát, meg akkor a Gogot. Akkor azt mondtam, akkor mégiscsak van a felmenők között. Hát igen, hivatásos zenész, ja, nem lett végül is ott azon az oldalon. Az apukám oldalán nem voltak zenészek, de hát a zongora ott volt, úgyhogy hogy kézenfekvő volt, hogy úgy is ütöttük már kisgyerekkorunk óta, úgyhogy 6 éves korom óta, igen, hát hivatalosan is zongoraórákra jártam. És hát úgy emlékszem vissza, hogy ez egy nagyon jó időszak volt, persze a zene mindig is érdekelt, és aztán később, mikor eljött már ez a gimnáziumi időszak, akkor volt egy ilyen fordulópont, hogy a zongoratanárnő mondta, hogy hát most akkor már egy zongoraművészt kéne nevelni a gyerekből, és akkor én állítólag így az anyukám kezét így erősen megszorítottam, hogy ezt most talán hagyjuk, és akkor onnantól volt egy kis szünet. De aztán úgy látszik, mégis zenész lettem, ha nem is zongoraművész. Úgy tudom, hogy egy megszállott énektanár miatt választottad a zenei pályát. Erről mesélj egy kicsit. Ő milyen hatást gyakorolt rád? Igen, hát ezután a kis epizód után, hogy végülis a zongoraművészi pályáról letettünk, egy általános gimnáziumba kerültem, én Budafokra, a Budai Nagy Antal gimnáziumba, és ott egy Sisak András nevű nagyszerű énektanár volt akkor, egy fiatal tanári gárda egyik kiemelkedő alakja, és az egész gimnáziumi élet ott abban az időszakban nagyon pezsgő volt, nagyon sok minden esemény történt, tehát egy nagyon komoly diák élet volt, és hát ennek komoly része volt a zene. Több kórus volt, de a reneszánsz hangszer együttestől a Dixieland bandig, és hát aztán a mi általunk alakított különböző rockzenekarokig is, aztán széles volt a paletta, sőt volt egy néptánc csoportunk, ahol néha zenélni kellett, tehát így aztán hol bőgőztem, hol klarinétoztam, trombitáltam, gitároztam, zongoráztam, énekeltem, főleg nagyon sokat énekeltem, úgyhogy tényleg Sisak András tanár úr volt az, aki aztán hát a megszállottsága rám ragadt, és végül is így indultam el. Igen, nagyon színes a zenei repertoárod, de mégis melyik műfaj jár hozzád a legközelebb? Az előbb jazz nem mondtad, pedig azt is kipróbáltad már. Hát ez nehéz, mert tényleg én nagyon szeretem a zenét. Igen, ami jó. Hogy ami jó zene, és nem is választanám el ezt nagyon egymástól, sőt, talán nagyon fontos lenne, hogy ma az emberek, vagy a fiatalok, vagy bárki, aki zenével találkozik, az is minél szélesebb spektrumba kapja a zenét. Jó zenét kell hallgatni, és jó zenét kell játszani. És a jazzben, a könnyű zenében, a komoly zenében is vannak jók és kevésbé jó zenék. Hát ugye én kórust is dirigálok, illetve a kórus kultúra is nagyon közel állt hozzám, a zenekari kultúra is. 11 évet az operaházba töltöttem, az opera, mint mindennek a tényleg a koronája, talán az egyik legkedvesebb műfajom.
de hát nem tudnék választani. Uh-huh. És karnagyként ezt tudod hasznosítani, és amikor darabválasztásról van szó, hogy belecsempészgetsz más műfajokat is, nem csak a komoly zenében gondolkozol? Hát abszolút, sőt, hát manapság ugye egy koncert nem is úgy áll össze, hogy az ember igazából kedves darabokat összeválogat, hanem valami koncepció alapján, és abban jó, hogyha a többféle stílus, többféle világ meg tud mutatkozni, hiszen ezzel univerzálisabb a megszólítás. Utána Petra, mindjárt megengedem, hogy juss el, csak annyira meglepett, amit a népzenéről mondtál, hogy sokszor azzal találkozom én, népzenészként főleg, hogy a komoly zenészek nem igazán szeretik, vagy sokszor akár le is nézik a népzenét, és úgy megörültem, hogy neked ebben volt részed, és te magad szereted a népzenét, de ezt te is tapasztalod egyébként komoly zenész kollégáktól, hogy ők a népzenéhez kicsit ilyen furcsán állnak? Hogy ott nincs kotta, most már van egyébként, de hogy azt gondolják, hogy ők amatőrök minden esetben. Én nem, talán a népzen nem a népzenénél érzem ezt a kotta, nem kotta váltás, hanem mondjuk ugye a jazz és a kottából játszott zene között lehet ilyen különbség, az improvizatív zene és a kottában leírt zene. A népzene ugye szintén nem kottázott zene, de ott az egy speciális műfaj, nem mindenki tud népzenét játszani, aki klasszikus zenét, és fordítva sem. A jazzben ugyanez érvényes. Ez egy érdekes dolog, szerintem mindegyikre nagyon nagy szükség van. A népzene vitalitása, a díszítmény gazdagság, az egész játékmódja ugye kihatott a barokk zenére, vice versa egymásra hatottak, tehát az egész klasszikus zene is népzenei alapokon épült föl. A jazz ugye meg klasszikus alapokon épült, de az improvizatív világból jön, a nem leírt világból, a fantázia maximális kihasználása, ami talán ma az úgynevezett csak kottából játszó komoly zenészeknek nem annyira kézenfekvő, és néha egy hiányzó pont is, hogy elszabadultan saját fantáziából tudjanak játszani. Én egy kicsit a jazzbe szeretnék belekapaszkodni, hogy mondjuk egy karmesterhez mennyire állhat közel az improvizáció? Hát karmesterként nem sokat lehet improvizálni, vagy nem az a dolgunk, de hát én például nagyon szeretem a jazzt, és gyakorlatilag gyerekkorom óta leültem egy zongora elé, akkor soha nem kezdtem el játszani valami megtanult darabot, hanem mindig valamit, ami éppen eszembe jutott, tehát hogy ilyen módon az improvizáció az valahol, mint egy ilyen állandó kezdő nyelv az ott van bennem, de érdekes rávenni a különböző együtteseket, mondjuk egy zenekart, egy olyan mű eljátszására, amiben vannak improvizatív lehetőségek. Ugye a 20. század elején az aleatória, az az úgynevezett szabad szakasz, amikor bizonyos paraméterek mellett végül is a zenész azt játszotta, amit gondol. Ezeknek a beépítése megtörtént a klasszikus irodalomba, és hát manapság is vannak olyan darabok, amikor a kvázi komoly zenésznek egy zenekaron belül is van lehetősége szabad módon játszani. Nem egyszerű dolog, hozzá kell szoktatni őket, mert hiába mondom azt, hogy van 5 hangod és játsszál, amit akarsz, de így elsőre ez nem is olyan egyszerű feladat. Az énekkaroknál pedig nagyon-nagyon divat manapság ezek az improvizatív kórus fantáziák, tehát hogy olyan eszközöket használnak, amik tulajdonképpen bárki képes zenei struktúrákat létrehozni, nem is kell hozzá nagyon magas zenei képzettség, vagy énekkari képzettség, és nagyon élvezetes struktúrákat építenek amatőr énekkarok maguknak, amivel a közösségi zenélésnek egy nagyon jó formáját találják meg. Említetted, hogy különböző tematikák mentén építed fel a koncerteket, és ugye legközelebb 27-én lesz egy koncertetek. Ezt milyen tematika mentén építkeztél benne? Vadregény mentén. Hát igen, hát ezt a címet adtuk neki, hogy vadregény. Ez egy nagyon-nagyon, szerintem egy nagyon szép kis műsor lesz, és igazán a hangulatában is nagyon-nagyon gazdag. Ugye a vadregény, ha lehet ilyet mondani, nincs is ilyen szó igazából, de valahol a regényes, titokzatos világot, a természetnek a furcsa múltba hajló
romjaival és zegzugaival idézi föl ez a koncert. Ugye Mendelssohn skót szimfóniája áll a központba, amit hát a szerző pont a skóciai útja során tapasztalt élmények kapcsán írta meg, és ebben nem csak a természet szépsége és rejtelmei voltak benne, ugye több művet is írt a skót után. Hát akkor lesz Duda a produkcióban. Hát Duda az nem Duda lesz. Imitálás legalább. De hát ugye a régi kastélyok, a régi várak és az egész skót angol történelem bugyrai és titokzatos világa elevenedik föl ebben a nagyszerű négy tételben. Aztán Mussorgszky egy Éj a kopár hegyen című hát misztikus és boszorkányos zenéje fog elhangzani, ugye, ami egy nagyon nagy slágerdarab. Ugye ez a boszorkány szombatról szól, amint épp előjönnek a föld bugyrából ugye a különböző démonok, és aztán a reggeli harangszó azt az egészet szépen elcsendesíti. És hát lesz benne Richard Straussnak egy kiváló kürtversenye, két kürtversenyt írt, és hát az első kürtverseny hangzik fel Varga Bálint, a Miskolci Szimfonikus Zenekar kiváló szólistájának előadásában, és nem is tudom, hogy talán Egerben nem is hangzott még el a kürtverseny, és nem is játsszák olyan nagyon sokat, úgyhogy pedig egy fantasztikusan jó muzsika. Hát a kürtnek minden varázsával, ugye a vadászatot imitáló hívó szó, a fanfára, a fenköltség, a behízelgő puhaság, szóval minden lesz benne, amit egy vadászkürtről tudni kell. Na hát akkor, kedves hölgyeim és uraim, ott a helyük február 27-én a Vadregény című előadáson, koncerten. Gratulálunk a díjhoz, és köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm. Nagyon szépen köszönjük.